Sziasztok, szép estét kívánok nektek! Tovább folytatjuk a Eurotrack szimulátorozásunkat, és a mostani epizódban pedig kiruccanunk Szicíliába. Ugye eddig voltunk a norvég, vagy illetve az északi fertájon voltunk nyugatra, Angliában, és most elindulunk délfelé Szicíliát megnézni. Hát, ha tudunk onnan hozni egy kis olívaolajat, vagy pasztát. Jó, úgyhogy gyorsan bele is csapunk itt a dolgokba, és nem más lesz velünk ma, mint Andor. Hello, sziasztok! És majd talán később jön majd Imre is. No, hát gyorsan nézzük meg, hogy milyen küldetéseink közül választhatunk. Ugye most nyilván ilyenkor ugye saját pótkocsi nélkül megyünk, hogy könnyebben lehessen árut választani. Így van, na nézzük, hogy milyen opcióink vannak. Prága, nem. Pozsony, nem jó. Hoppa. Genova, az már majdnem jó. Verona, Pozsony, hát... Én úgy látom, hogy ez a Genova lesz a menő. Jó, és ez egy bárány gyomor szállítmány lesz. Elég bizarr. Bárány gyomor. Hát, no. Jó lesz. Te látod egyébként ezt a küldetést, vagy... Ha fölveszed, akkor igen, el tudom fogadni a dolgot. Oké. Kikukucs. Azt még megelőzzük. Aztán oda kell menni pont a felvevőre. Ja, hogy már is indult-e. Én igen, valul. Transaux, vagy micsoda ez? Ahova ide be kell csűrni. Nem látom pontosan jól. Jaj, itt kell majd szépen becsűrni. Trade aux. Így van. Jó, és akkor gyorsan elfogadom, és akkor mindjárt te is fogod látni. És így van, itt jelöli Genova. Huvar elvállalása. Jó. Ja, nyugodtan bejöhetsz, mert ez ugye ütközésmentes zóna már. Úgyhogy... Úgyhogy bátran gyere. No, mert egyelőre tölti az elvállalást. Ja. Jó. Szerintem neked is úgy oda kell mennem. Ide? Pont ide? Igen. Belé, ide tolatsz. Úgy hülyén szokott kinézni, ha... Igen. Csak megvárom, amíg ki... Ja, jó. Hernyózó. Hát ez egy viszonylag hosszabb küldetés lesz, ugye ez egy... 17 óra. Uha. Oké. Okay. Hűtött cuccokat még úgy sem nagyon szállítottam, szerintem. Hát, még én sem nagyon. Nekem sima izé pótkocsim van, hűtőm nincs. Te, ott az elején, ott van a hűtő. Te nem úgy, hanem hogy saját pótkocsik közül, én csak simát használtam eddig. Az nekem sincs a sajátok között. Na, akkor mehetünk. Még a lámpám, persze. Az L-lel tudod bekapcsolni a lámpát. Tudom, csak nem tudom, hogy hol a visszajelzés, hogy ég vagy nem ég. Hát, biztos ég. A Volvon itt bal alul van. Elhagytam az ütközésmentes zónát. Látom. Ja? Gyere, vagy megvárjálak, mert még zöld. Menjél. Mert én csak azt hiszem 650-essel vagyok, vagy 700-assal? Úgyhogy én lassú. Nekem sem. Nekem csak 4-500-as szerintem. Nem tudom. Direkt nem választottam olyan nagyon táposat. Én most a vállalatnál az összes kamiont fölturbóztam 500 fölé. Tehát, hogy legalább 500-as legyen. Lehet, hogy nem az összeset, de a legtöbbet.
Lehet, hogy nem maradt rá pénzem, mert pont Budapesten vettem egy garást, meg három kamiont. Ebből egyébként hozzáteszem, egy az használt volt, mert annyira jó árba volt. Igen, és most, hogy így behozták ezt a használtat már egy ideje, így már könnyebb lesz a kezdés. Hát igen, egyel. Igen, csak az a baj, tudod, hogy ugye van az állandó, tehát a nem javítható sebzés, vagy sérülés, és az, hát az rendesen meg tud szivatni. Ja. Sajnos, hát az van. De még így is, hát bagóért hozzá tudsz jutni egy kezdőkamionhoz. Hát pontosan, igen. Aztán majd később úgy is eladod, most az, hogy néha-néha leáll a motorja, meg kerrek kattog, mint amikor kipróbáltuk a leghitványa Mercit, emlékszel? Tudom. Én azt is méltatlanul hanyagolom még. Amikor... Nem sokat mentem Mercivel. Ja, nem azt, hanem, hogy amikor bejött ugye ez a frissítés, hogy van használt teherautó, vagy vontató, és akkor azt csináltuk, hogy a stream végén, hogy ugye vettem a legrosszabb egy vagy két csillagos, vagy három csillagos a minimum, nem is tudom, de hát a lehető legrosszabb kamiont. Hát izgalmas volt, csak egy próbakört mentem vele a városba, és olyan hangja volt meg minden, hogy így izgi volt. Hetven ez zóna. 80-as? 70-es. 70-es. 70, ha. Jaja. És ráadásul jó magyar szokás szerint trafi is van. Ja, úgyhogy az egyik kamion az ilyen használt lett, és akkor a másik kettőt meg igazából van nekem egy ilyen testre szabott verzióm. Az autó eltűnt előlem. Igen, nézem, hogy elég karcsú a forgalom. Előbb, mintha így több lett volna. De így konkrétan... Így igen. Pak, így. Igen. Semmiből így eltűntek. Igen, nem tudom mi van. Mondjuk szerver. Hát... Kivetted a forgalmat a szerverről? Nem, hát ott van egyébként, hogy jönnek szembe, csak... Ott láttam, igen. Furcsa. Most veletem elhúzott egy. Itt is jön szembe egy. Látod? Nem én voltam, tényleg. Jó, oké, mehetünk. Ja, látom, mi az jó. Szép nagy égybe. Helyes. Bár a pót nem a miénk, de azért nem illik legyakni teljesen. Na jó, akkor viszont meglendelünk, látom itt vagy már a közelben. Most egyébként ezért a Volvo adott ki egy új vontatót, ugye ami az FH16-os szériának a csúcsa lett, és nem akarok hülyeséget mondani, 750-es vagy 780-as? És az már ráadásul... Valahogy így... Elektronyos? Nem. Nem. Hát direkt ilyen nagyon nehéz áruk vontatására, tehát ilyen... Uh-huh. Heavy. Jaja. Heavy haul. Azaz. És ugye az van, hogy az már tulajdonképpen egyébként ugye az FH16 szériába bele se férne, mert ugye az FH 12 vagy 16, ugye az a motor köpcentit jelöli. Tehát, hogy 12.000 vagy 16.000 köpcentis a motor. Na most ez 17.000 már. Csak ugye nem akartak egy új sorozatot csinálni, úgyhogy beletették a 16-osba. Úgyhogy... Na, ízki egyébként az estél a cikának van róla videója. Én sőt szoktam. Régen néztem már. Jaj. És valami történt, hogy kilépett a... A Transcon-ából. Transcon-ától kilépett. Jaj. Na itt majd lassítani kell. Éles kanyar.
mennyire? Hát... Én 80-nal nem merném bevenni. A fékerőséget valahogy sose sikerül beállítanom. Ja, én tempomattal megyek. Az oda oké, csak mondom a fékerőség. Az nekem tök alap. Megmondom őszintén. Oké. Jó. Go! Hát ugye miután a kormányt vissza kellett küldeni, ugye nagyjából mindent alapállapotba kellett tennem. Úgyhogy hogy használható legyen. Ugye mentem egy aprócska kis kört. Ja. Hát már nagyon várom, hogy meglegyen az a kormány. Jó lenne. Hát az ég és föld lesz a kormánnyal játszani ezt. Bizony. Erre van inkább kitalálva, nem a... billentyűzetre. Szólan erre. Hátja. Hát ez inkább erre van kitalálva, mint a Szrólaner. Hát igen. Igen, igen. Fülkebillegés is néha furcsa. Az van nálam is. Tudom, azt is lehet szabályozni. Igen? És millibe globog, mint ez. Aha, amit a ladik. Ugye a rugózást a keréknek, a fülkebillegés, a belső tárgyaknak a mozogjanak, vagy nem mozogjanak. De azt menüből, vagy azt miből? Igen, igen. Ah. Na, azt nem is tudtam. Hát... Jó, nem is ástam bele magam mondjuk annyira. Hát ez az, pedig már nem most kezdtél játszani vele. Hát nem, jó. Nem is tudom, hogy hanyas szintű vagyok. Van egy kevéske, de hát... Nekem is van még egy kisebb profilom. Tizenvalahányos. Akkor gondolom, ott még nincs túl sok kamionom, mert itt már ami lehet megvan. Hát... 107-es szinttel. Wow. Jó, fék. Annak előttünk. Valami dugó. Pedig 70-es. Dugó, fadugó, parafadugó. Ha, 50-es tábla. Jó, itt nem tudom mi történt, de ilyen random közlekedési helyzet volt. Most váltott át összesen, igen. Igen. Hát kereszteződés van. Itt azért van 50-es. Hát na jó, de a főútnak van elsőbsége. Hát, viszont ott vannak a pacik. Hello. Jaj, azt várom már, hogy mikor adják ki a északi régiókra azt az új DLC-t. Lesz valami. Ilyen új DLC-t? Hát ilyen skandináv, nem tudom micsoda a kiegészítés igazából. Aha, tehát új régió vagy felújítás? Igazából nem tudom, mert DLC lesz, de... Csak hozzáad a meglévő, felújítja vagy kibővíti a meglévő skandináv dolgokat. Hát mondjuk az nem árt, mert eléggé kevéske van ott. Igen, ez ezekkel a úthálózatokkal, na mindegy, majd nem tudom, régen láttam. Ugye még ugye Görögország az is elvileg terve van véve. Ja, igen, igen, azt múltkor mondtad, arra emlékszem. Ott volt egy nyuszi. Elég sok. Ott volt egy nyuszi a villanypozna mellett. Láttad? Nem. Elképzelhető, mert húsvét lesz. Na majd most figyeljük. Amíg nem vérnyúl, addig nincs baj. Azaz. Ott is ott van. Vagy nem? Az egy fűcsomó volt? Nem. Lehet, hogy csak árnyék. Dobban ülő fűcsomó. Na hát ja. Ez a húsvét az érdekes lesz egyébként. Nagyobbik megint egy kicsit le van betegedve, aztán... Nagyon szupi. Keresgétek majd? Hova dugta el a nyuszi? Ja, hát... Szerintem majd nagyszülőknél. Ott majd, majd lesz ilyen, hogy hova dugta el a nyuszi a tojást. Csak az a baj, hogy a... Ugye ő már 3 éves múlt, és az egyik játszóterezés alkalmával fölpattant egy random kislánynak így a bicikliére, és így egy fél órát ment simán vele. És... Ne is volt leszedni. Hát konkrétan így szóltak, hogy... Tudod, az most nem már... Nem, az hanem, hogy tudod, mondták, hogy most már szeretnénk elkérni, és így néztem rá, hogy... Jó, mit?
Hát a biciklit. Milyen biciklit, tudod? És akkor, ja? Ó, jó, oké, gyere, kérlek, kis csaj. Az nem a miénk, ez most egy kicsit vissza kéne adni a jogos igen. tulajdonosának. A sajátját. Mert mennének haza, tudod? Meg voltunk vele Decathlonban, és hát ott is le sem lehetett robbantani. Mondta, hogy apa, apa, ezt a biciklit visszük haza, ugye? Ezt visszük haza, az unikornisosat. Úgyhogy nagy unikornis csak mánia is van. Úgy majd egy éles jobb. Úgyhogy, hát igen, felvett kérdéseket, hogy most akkor a húsvét az... hogy zajlik majd? Hát igen, igen. De majd jó lesz biztosan egyébként. Emlékszem, hogy ugye az van, hogy elkövettem a kezdő szülők legnagyobb hibáját, hogy ugye amikor december 6-án jött a télapú, vagy Mikulás, vagy hívjuk bárhogy, hát vettem neki egy nagy kinder tojást. A nagyot. És az lesz az alap ezentúl. És hát igen, és mindig kérdezi, hogy és mikor jön a télapú, meg mikor jön a Jézuska, és mikor kapok csoki tojást, és akkor így, hát majd, hogyha a tél lesz, és megint jön a télapú, akkor majd kapsz. Jó, de ez mikor lesz? Még sokat kell aludni és játszani. Kegyetlen. Kegyetlen kis munci. Úgyhogy, ja, hát ez is tervben van, hogy esetleg egy biciklit. 50-es távba itt? Minek? Ja, határ. A csillagoség. Így van. Szia csík! Szép estét kívánok neked! Úgyhogy, ja, hát még ez egy nagy kérdés, az a baj, hogy még így nem nagyon beszélgettünk családon belül, tudod, hogy most akkor ki mivel készül, meg mi lesz, meg hogy lesz. Mm-hmm. Úgyhogy majd meglátjuk. Remélem, nem lesz keresztbe szervezés. Mindenki nagy tojást vesz. Hát, ja, akkor nem, egyébként ezt megmondtuk előre, hogy csak itt ne. Tehát, hogy nem el az. Felturbózza a gyereket. Nem az, hanem, hogy tényleg hát rászokik istentelenül, hát kegyetlen, ja, tényleg. És utána követeli. Mert nem az van, hogy jó, te megeszel egy ízét, egy tábla csokiból egy sort, és akkor de finom volt. Ja, hanem úgy akkor falnál akkor, még lehet. Hát igen. Hát a nagy kinder tojásnak a felét úgy egy ülti helyébe. Ülti helyébe. Hát gyerekből van még. Hát és mondom, akkor még ugye nem volt 3 éves se. De. És így, ó, mondom, és elvenni nem lehetett tőle. Elvenni nem lehetett. De. Kegyetlen. Ja, úgyhogy nálunk ez a előírás lett így családon belül, hogy akkor csokit nem. Vagy tényleg nagyon-nagyon minimált, maximum. Hopp, egy lámpa. Meg egy 50-ös tábla. Lakott terület. Engem. Egészen jól néz ki. Amúgy. Meg egy lámpa is. És tényleg ez a garázs beálló, hogy tök jó. Meg olyan tényleg olyan falus. Kicsit olyan osztrák falus. Hát mivel ott vagyunk. Ja. Szerintem még ott tartunk. Ó, igen. Graz, meg ilyenek. Igen, igen, igen. Jó, hát na. De tényleg jól néz ki. Várjál, megnézzük a cég kiírást is. Münze. Mit árulnak? Hát, supermarket. Átértél? Át. Mögötted voltam, de gondoltam azért csak átérek. Ne gyorsan, mert 50 van. Hát én 50-nel megyek. Én ilyen, megmondom őszintén, ilyen lotórius tempomat használó vagyok. Én is, nagyjából csak. Na, való életben jó. Is. Tehát, hogy jobban így... gyorsulsz. Hát, egy 13 tonna a rakomány.
Hát, hogy most ez hány lóerős, azt most nem, meg nem mondom neked. Hát azt én sem, majd... Ez szerintem 650-es, vagy maximum 700-as. Én nem tudom, de szerintem nekem előbb-utóbb aludni fog kelleni. Pedig nem. Tudom, mint azt mondtad volna, de nekem ott változik az a kékcsík. Vagy nem fogja számolni az ágyas... Tudod, ott mutatja. Ja, neked mutatja? Igen, ott most már te hát kékben akkor... van. Akkor lép ki a menübe, úgyis kanyarja. És akkor hát, megvárlak majd, itt. Majd szólok, vagy valami pihenőnél majd. Még egy jó vagyunk. Támla marad. Azt ne üsd el, az nagyot sebez. Ezek ilyen titánium ötvözett táblák. A 20 tonnás terrautót kiüti el az helyéről. Gyere, mögötted vagyok, jöhetsz. Oké. Okay. Kösz, láttam. Vagy, csak nem láttam, hogy itt vagy, nem néztem a térképet. Visszapillantót kell nézni, nem a térképet. Jó, ott meg nem láttalak egyébként, mert pont íve volt az autópályának. Szia Pista, szép estét kívánok neked. Úgyhogy nálunk így lesz majd a húsvét, majd vasárnap lesz a nagy családi húsvét, mert a szombat az hát pihenés, meg a péntek is. Majd meglátjuk egyébként a pénteket, mert vannak még terveim a péntekre. Ma írtam ki Discordra egy kérdést, ja, és hogyha néztem. Elég sok ember mondja azt, hogy legyen, akkor lehet, hogy bezsúfolok oda egy kis random streamet. Majd meglátjuk, mit szól hozzá a feleségem. Melyik mennyire tekeri meg a nyakamat, meg a tökömet. Melyik esik jobban? Hát... Ez attól függ, tudod, hogy milyen erővel. Mert hogy kis erővel, akkor lehet, hogy más választanék, mint hogyha túl nagy erővel. Aha. Hát, hogy nekem még valami követési távolság is be van kapcsolva, vagy érzékelő, mert... Nagyon. Maradtam. Hát igen, eléggé erőteljesen. Hát egyszer úgy visszavett. Uh-huh. Egyébként ez a játék, amit kiírtam, ez nagyon furcsa. Én nézegettem ma, amennyire volt időm. Ugye a Nessáják kezdett el vele játszani ma, és nekem tökre megtetszett a hangulata igazából. Mert ez egy ilyen... Az alapötlet is jó, hogy meghákkal kertészkedni. Ja, tehát ez egy ilyen idegen bolygó... Ó, ez mit csinál itt? Idegen bolygón kell farmerkodni. Mm. Ez kicsit közel volt, nem baj. Ez miért lassít előttem? Úgyhogy, ja, érdekes mindenféleképpen. Néztem belőle több embernél is streamet. És lehet kóba menni a fizetett verziónál. A demóba sajnos nem. Mert hogy van belőle demó, ingyenes demó, amiben hát nem is tudom, hogy mennyi, milyen ilyen limitációk vannak. Azt tudom, hogy multi nincsen benne. Az ki van szürkítve. Egy ilyen próbajátékot elindítottam. És ez nagyon meglepően szépen fut, egyébként tényleg tök szép az egész játék. És így nézve Twitch-en egyébként eléggé, hogy mondjam, ilyen... Mert nem jön át annyira. Elég ilyen mákos tészta jellege van. Na, itt van egy filmes hely, jaj, itt ne fékezz itt előttem. Bocs. Kiugrott. Én ide nem megyek ki most filmezni, hogyha nem baj. Vagy menjünk ki? Most nekem már fő volt fedezve. Hát, nekem nem mondjuk, de... Már mindegy. Tulajdonképpen már mindegy, így van. Ja, úgyhogy... ez egyébként ez egy jó hosszú út lesz, most nézem. Hát Iberia persze, vagy mi az Isten, az messzebb. Oké. Azért mondtam, hogy ez egy kör, és akkor...
vége a streamnek. Hát mindjárt majd meglátjuk. Alvással, alvás nélkül. Hát kapcsolt ki az alvást egyébként, csak full komolyan. Jó, majd ha kiállunk valóba. De még nem kolompolt. Lehet, hogy csak kikapcsolta, de csak a pintogramnak a színe változik. Nem, olyankor le is veszi. Igen? Uh-huh. Nálam levette. Hát de elvileg te vagy a host, úgyhogy gondolom a te szabályaid érvényesek. Nem. Nem, ez múltkor, amikor Gergő is jött, akkor láttuk, hogy neki volt fáradtság szimulációja, nekem nem, nálam ki volt kapcsolva, és miatt meg is kellett állni. Aha. Hogy aludjon egyet. Egy ilyen. Hm? Emelkedő van. Nem annyira nagyon. Na, most meglódult. Tényleg 450-esen jöttél? Na, ezek szerint. Várjál, meg tudom nézni, hogy milyen. Ez 700-as. Jó, ez 700-as. Akkor lehet, hogy erőfölényben vagyok. több mint valószínű. Ja, a kívülről a vizé. Na persze. Nézd meg, ja, itt mutatja. Tudom, az elején. Ha? Vagy a tetején, meg a tetején. Az oldalán. Ott mindenféleképpen a tetején. Ups, bocs. Tetején nem mutatja. Tetején nem. Hát legalábbis a Volvo nem. Volvónál ugye oldalt hát van. Ott szokott, minden lehet olyat is kitenni, ahol a Golden ugye, világjáró felirat van németül. Uh-huh. Oda szokták még kiírni a teljesítményt. Hmm. Nem tudom, hogy kell kiejteni, azért mondtam így. Én se. Ugyan pocsék németes vagyok. Ó. Hát most az a baj, hogy sietünk Olaszországba, de majd akkor megnézzük valamikor. Egy nagyon szép hogy? Út vezet föl az Alpok tetejére, valahol Ausztriában. Ja. Igen, ez kérdezte, hogy preferált útvonalak, hogy a Alpok felé vagy végig a autópályán át csatangolni. Hát nem inkább az autópálya. Hát az gyorsabb, persze. Valóság is így szokott történni. Csak monotonabb is. Hát jó, csak akkor lehet, hogy mondjuk 4 órát itt ülnénk. Tudom, azért mondom, hogy igen. Tehát, hogy oké. Ha túloldalt van a kiálló, akkor még mehetünk. Ja, van itt is. Ja, látom. Igen, át kell menni a túloldalra. Csak mindegy, menjünk. Még nem szólt. Még nem szólt? Várjál, megnézem a térképet. Sokat kell még menni. Hát, igen. Igen. Itt is volt egy videós hely, nem mindegy. Hát annyi ugye, hogy... mit is kezdtünk el mondani? Beszélni? Alpok, templomat. Alpok, ja, igen. Hát az Alpok az gyönyörű. Nagyon szeretem. Ugye most voltunk... Most... Február elején voltunk Stuleken síelni. Annyira szép. Hmm. Jó dolog ez. Tényleg, és ti hogy fogjátok majd ünnepelni a húsvétot? Gondolom 4 napig telken. Hmm? Ha kibírjuk. Hát, igen, a család az áldás és átok egyben. Valahogy így. Nem is tudom, melyik filmben volt egy ilyen mondás, amikor a Fekete Buddha című filmben szerintem. Ott volt egy ilyen, hogy a... Biztos a Keresztapába. Nem. Fekete Buddha című német film. Kivételesen jó annak ellenére, hogy német. De tényleg. És abban volt egy ilyen jelenet, hogy oda ment a bölcs emberhez az átutazó vándor, és akkor kérdezte, hogy hát hol van a mennyország? Hát? A sátratban. És a pokol? Az is. És nagyon-nagyon igaza van. Mi van a motoromban? Furcsa hangokat hallok, de
Lehet, hogy csak a szélsűvít a játékban, vagy a motorommal van valami. De nem szélsűvít? Az nem... Húzva az ablak, és akkor már azt is szimulálják. De lehet tudod húzni az ablakodat? Persze. Hogy kell? Nincs annyi polip, mert polipnak kell lenni egy... Hát én már nem tudom hova blándoltam ki, de... Van ablak, leföltekerő gomb is. Ne hülyéskedj! Mind a két oldalt rá, éles kanyar! Igen. Ezért mondom, hogy érdemes elmélyedni a játékban, mert... Most... Már van szintező is, azt már azt se tudom, hogy hova raktam ki. Na most ásított egyet. Ha, hát... Akkor még van másfél óránk, vagy kettő, azt hiszem. Ja. Na most, hogy mondtad, hogy ásítás hallod? Várj, rákukkantunk. Figyelj, lehet, hogy ott a kapunál lesz pihenő. Jó, ott szokott. Itt már eléggé a hegyekben vagyunk. Igen. Jó, hát persze, itt már Grácot elhagytuk. Várj, hol vagyunk? Oho. Triestve. Jó, hát. Ez már majdnem Olaszország. Nem, hogy majdnem, hát az már. Juhu. Vezetés közben térképet állítani, ez jó. Illetve Triest, az még nem Olaszország, nem? Viszont itt valami tumultus van. Bemegyek a belső sávba. Én is bevágtam valaki elé. Jó. Most nem tudom, melyik belsőbe mész. Az a baj, hogy kivágott elém ez a kamion. Jó. Itt most nagy-nagy lassulások vannak. Azt vettem észre. Hát jó, fékezett előttem egy hatalmasat. Hát jó, csinálom. Bocsánat. Ja. Nekem sincs beállítva a fékerő. Még. Hát majd kormánnyal jobb lesz. Nyilván. Olaszország. Ja, majd akkor álljunk ki. Legközelebb ide. Hát itt lesz az ilyen határ. Szerintem itt tuti van, nézd csak meg. Itt kell lennie pihenőnek. Ja, majd lesz. De nem, mondom, szerintem itt is lesz. Jó, 60-as tábla. Jó, nem biztos, hogy itt lesz. Várja, melyik az autó átkelős? Na, gyors. Szerintem így, ahol megyünk. Nem? Aha. Telepassz, az talán. Így van. De nekem azért van sorokom. Jó, csak igen, csak itt tudod. A telepassznál az van, hogy nem kell megállni és fizetni, hanem automatikusan levonja. Ja, értem, akkor jó. Jaj, de régen jártam már, játszottam. Akkor az én sávom is jó lett volna. Na igen. Na várj, átváltott pirosra. Na, nem baj. Majd mindjárt elkezd ásítozni. Én már megtettem. Na, jaj, itt vagy, jó. Kezdesz elfáradni. Nem ásítozok, hanem vakfoltozok, vagy mi az Isten. Beszűkül a világ, jaja. Igen. Tudom. Farkas vakság. Egészségünkre. Ja, mindjárt most itt van a... Ott jön egy. Ja nem, azt hagytuk el. De itt van egy benzinkút előttünk, előbb néztem meg. Itt majd ki fogunk állni akkor. Mi ez, Cyril betű? Mi ez az? Jó irányba jövünk. Igen. Állítólag. Ja, hova lettél? Itt vagyok. Jó. Szerintem, hogy busz is van előttünk, meg kettő kamion. Na, nem baj. De itt vagy mögöttem, nem sokkal. Nem sokkal, de most már igen. Le kell menni? Le kell menni, igen. Jó, akkor nyomtam egy satut. Hát... Megvárjálok? Jó, most már látlak. Tudod, autópályán nem tolhatunk. Csak van egy satú, meg egy kamion... Mi az Isten, van egy busz, meg egy kamion, konténeres közöttünk.
ne foglalkozz velük. Ja, visszapillantó. Oké. Okay. Na akkor itt egy laza 60-nal megyek, hogy spóroljak az üzemanyaggal, és megvárjalak. Tényleg fogyasztási adat. Így, hogy 60-nal megyünk. Hát, 10 pár liter. 18. Ja, egész jó. Na, meglendülünk. Ja, és itt van előttünk nem sokkal egy benzinkút. Oda becsülünk. Tankolnod kell? Szerintem azt is igen. Hát félig van. De az biztos. Hát. Ami biztos. Nem snowrunner. Hogy? Ilyen távolságokon nem árt tankolni. Persze. Mondjuk nekem extra nagy tankom van, tudod, mert nekem a... Nekem is valószínűleg. Nem, neked nem, mert neked három tengelyes a vontatód. Reflektoromat nem látom, hogy hol jelzi vissza. K. Azt tudom. Csak a lámpáját nem látom a műszerfalon. Ja? A kéken. Pedig szokott lenni. A kék ent? Kéken villog. Akkor én is tankolok egyet, bár nem nagyon kell, de beletöltök egy keveset. Mennyi megy bele? Ó, 260 liter. És 1,9 az üzemanyag. Hú, hallod, azért vannak árak. Elég rendesen. És akkor kapcsoljam ki a... A fáradtságot, igen. Nézd Istent. Beállítások. Játékmenet. Közben nézzünk egy térképet. Na, hát igen, innen mondjuk jobb lenne. Úgyhogy, hát, izgi lesz. Ugye eddig ennyit jöttünk. Ja, ja, ja. Hát ez, szerintem ez tényleg így 2 óra lesz Kataniáig lejutni, vagy Palermóba. Majd meglátjuk, hogy tudunk eljutni oda. Ja. Mi van még itt? Na, szólj, ha mehetünk. Hát csak ennyit lőjél ki. Jó. Mondjuk ez a rész mondjuk annyiban nem hasonlít az a... De mondjuk itt vannak fizetős kapuk bőven. Na, mehetünk? Igen, mindjárt. Menjél vissza. Jó, indítás. Mehetünk. Jó. Vagyis hát... Akkor elindultam. Lassan, lassan, nehogy kocz-kocz legyen. Na, akkor innen már csűröm a 80-ast. Nincs reflektorom? K betű. Azt értem, csak nem látom a különbséget a... Pedig van. Nyomogatom így, mint a veszes, de... A J-vel meg tudsz villantani. Az nálam a villogó. Hát azt mondom. Nem, mert van külön villantás gomb is. Igen, ja, hát... Aha. Hát az a, jég, az a villantó, a jég. Nem, nekem van a tetején, van villogó. Ja, hogy úgy a villogó, a jó. Igen. A megkülönböztető jelzés, uh-huh. Hogy minek mondjam. Igen. Na. Na, és tényleg eltűnt. Hát jó. Na. Uh-huh. Ja, ugye mondom. Már megjön egy határ. Ez nem határ, ez fizetős kapu. Sajnos az olaszoknál ez ilyen. Nem lehet mit csinálni. Na és akkor figyeljük, hogy hova érdemes menni. Hát mindegy, ide becsülünk. Jaj! Rossz helyre jöttem. Shit. Hello.
A kártehez kellett volna becsülni. Igen, mert ott láttad, hogy elől ott van az izé. Igen, a kis nézet. Zöldön van, vagy pirosban van. Igen. Hatalmas időveszteségünk lett. Nagyon szépen köszönöm. Köszi. Hát, ha be tudod magad ékelni ott a póttal meg. Ha simán, micsoda. Viccelsz, bolondozol? Itt még tánctér is van. Ezt nézd. Na? Oké. Okay. Ja, hogy ez manuális fizetős. Igen. Na ezt dekkeltünk ki ugye múltkor. Az előbb. Igen. Na én ilyen laza 50-nál megyek, úgyhogy mindjárt utol fogsz tudni érni nagyon hamar. Nincs reflektorom, ha meg ilyen hülyeséget. Vagy valamit nagyon állítottak a játékon, mert... Nem, hát... Rég nem játszottam. A villogó megmaradt. Hát nálam még mindig a K. Nálam is csak... Oké, meglódultam. És még a hold is látszik. Hú, yeah! De amúgy, hogyha kilépsz, akkor át tudod tenni valamire, vagy meg tudod nézni, hogy mennyi. Milyen billentyűzetre van téve, milyen billentyűre. Ja, azt kára, csak a magán a úttesten nem látom, vagy hogy mondjam, a kamionon, amikor fölkapcsolom a reflektort, akkor nem világít előre. Uh-huh. Vagy előrébb, pedig régebben szokott. Hát ja, mondjuk különben mi értelme van? De gyere ide mellém, várja, 75-ről lelassítok. Há, jó, hát látom, itt kikerültél egy konvojt. Aha, hát lassan mentek. Pont mögöttem voltam. Mert ahogyan fönt van a refi, én úgy megyek most. Na gyere mellém, és akkor megnézzük azt a... Hát... Na most, most reflektorozol, akkor látni fogom. Nyomkodom, de semmi. Semmi, ja. Aha, hát ez az. Pedig ezt alapból szokta. Nem kell külön építeni, aztán lehet, hogy ezen is változtattak valamit. Na viszont bejövök a... Opa. Egyéb beljebb. Szerintem ja. Nekünk itt nem Venezia felé kell mennünk. Na, és akkor elindulunk kicsit gyorsabban. Ja, nem is kellett volna, na minden. Akkor vissza. Na, lehet látni a minimappen a sávokat. Ja, legalább írná ki, hogy mit tudom én, mint tudom, a Google Maps, hogy megmondja, hogy melyik sávba tarts. Mm. Na még egy fizetős, most próbáljuk meg a kártyát, mit szólsz? Ja, próbáljuk meg eltalálni. Igen, ott 60-nal lehet menni, telepassz, a telepasszhoz kell menni. De igazából itt mindegyik telepasszos, úgyhogy mindegy. Jó. Azért ahhoz képest, hogy 60-as izé van. Sebességkorlátozás. Igen, 40-nel kell beszánkázni, vagy 50-nel. Na, nagyjából. Akkor reagálja le a... Hello, itt vagy mellettem. Igen, nyomom a gázt. Hello. Na szentélyed. Most itt lemegy, hogy nem megyünk le. Nem megyünk le, egyenesen.
Totális egyenesen, jó. Mert nézel vissza pillantóba, én itt livegtetem. Hát neked működik, igen. Na akkor nem tudom nálam mi van. Hát furcsa. Hát picit igen. Bevilágítod a fülkémet. Amik az is érdekes. Te milyen gyorsan mész? Nem tudom. Nem tudod? Fölnyomtam. Most már 80-nal. Azért hiszem, hogy 85-tel mondom utolérlek. De nem igazán közeledtem. Na jó, mindegy. Akkor én is 80-ra visszaveszem. Most követlek. Tankolni már nem kell. Most még. Tényleg is mesélj, hogy sikerült a tegnapi SnowRunner? A nehéz hétfő. Ja, hard hétfő. Várjál, sűrűsödik a tömeg. Én nem borultam. Úgyhogy nekem a lánynak jól sikerült. A cél akkor megvan. Teljesítetted ja. A kiírt. Hú, hallod, majdnem elcsaptad a rendőrt. Na, csak a sapkáját vittem le. Azt láttam, hogy pizsamás elég rendesen lerendezte azt a P16-ot. Hát nagyon nem kellett, mert az úgy talált P16 volt, az hát alapból egy lerendezett volt. De egyszer talán bevittem a garázsba átépíteni a nyergesre, hát a stream elején még a lengés csillapítója volt egy picit lelakva, mit tudom én, 20-30%-on volt, és a következő pillanatban, tudom én, rá egy ilyen negyed órára, meg se felfüggesztés, se gumi, se motor, se ja, üzemanyagtank, és így ja. Néztem, hogy hát itt mi történt, azért írtam meg közösbe, hogy mondom, hűha. Találkozott a szalakorláttal, meg kavicsokkal, meg ilyenekkel. Hát meg ilyen betonelemnek neki ment. Igen, azt is szereti. Ja. Egyébként ezt lehetett volna úgy megelőzni, hogy felkapcsolja a világítást. Hát de ő nem szokott, mert én már milliószor mondtam neki, hogy mi se látunk semmit, de hát én látom. Attól, hogy még ti nem látok, én ugyanúgy látok. Hát tessék. Hát igen. Ezt a végén felkapcsolta, de nem volt rajta extra fény, úgyhogy nem sokat használt valószínűleg. Hát meg valószínűleg le volt már zúzva. Ja, az is lehet, igen. Mert ugye azokat le lehet zúzni, csak úgy mondom. És azt viszont nagyon jól modellezi a SnowRunner. Hát figyelj, ez ilyen. Esik. Állam még nem. Tényleg? Tényleg. 30 méter előttem ezért esik, és nálam meg még nem. Ez nem a ablaktörlő? Melyik az ablaktörlő? P. Na nekem már más. Hát állod, vissza kéne venned az originálra. Na most kezdett el. Na jó, ezt megelőzzük, jó? Hát de itt vagyok melletted, itt vagyok melletted, állj. Szóljál. Hát nézz a visszapillantóba. Hát láttam. Hát én is láttam, hogy nem láttad. Hát már azt hittem, jössz mögöttem. Hát ezért kell belenézni a visszapillantóba. Ja. Jaj, de láttam, hogy azért sikerült elráncigálni azt a nagy oljériget azért a félszigetre. De, ja. Mondjuk egyébként ezt... Hát, mondjuk jó helyen mentetek. Attilának még igen. Jó helyen mentetek. Meg nem a extra utat választottuk, hanem a kerülőt. Hát a legnagyobb kerülőt, mondjuk úgy. Hát, az extra, azt tudod mi? Melyik az a legjobb? Hát én vittem át szerintem annak idején a Schallernál ott a zátonyon mentünk. Igen. Hát, igen. Ami elvileg rövid. Hát az rövid. Hát csak
Ja. Rövid, és ott egészen jól át lehet menni. Igen, jó, mondjuk nem biztos, hogy a P16 erre a legalkalmasabb. Meg a heavy pot. Ja. Igen, de ott csak át lehet menni. Befélettünk. Úgy látom, hogy itt fékezések lesznek. Ja, úgyhogy... bejövök. Á, nem jövök be, itt egy autó. Hogy száguldozik ez az autó, hallod? Meg a rendőrnek te is leviszed a sapkáját. Lehát. Megérdemli, biztos. Biztos huncut volt. Biztos úr. Úgy. Ja, én egyébként arra vittem szerintem. Illetve nem is még, hanem a egyszer vittem ott az átonyon, meg egyszer vittem a parton. A part az nagyon szemét, az nagyon-nagyon szemét. Igen, annál jobb az átony. Annál sokkal jobb. Na ott a parton menni, ott mindenbe beleakadsz, az a baj. Vagy legalábbis én mindenbe beleakadtam. És akkor ott mindenfelé kellett cibálni a pótot. Ja. Az izgi volt. Na, beérünk itt egy városba, vagy csak? Ugye mindjárt odaérünk, már csak 4 órát kell menni. Ja. Pikpakkot vagyunk. Ablak törlőt meg ki lehet kapcsolni. Jó, hallod, egyik reggel láttam ilyen autót, képzeld el, hogy a nő ment folyamatosan az ablaktörlője, cigizett, és közben telefonált. És úgy, hogy aznap reggel nem esett az eső. Igen. És így nézte, hogy... Túl sok volt a gyermekmény, aztán nem találta a gombot. Hát nagy buli volt, nagy buli volt. Ott majd le kell menni, igen. Csak itt le kell menni? Nálam azt mutatja. Jó. Jó, csak hogy nem tudom, hogy most ez... Jó, ez igaz, jogos, ez az a sáv. Nem zúzzuk le az autót. Majdnem elcsaptad azt a kis feketét. Ne, igen. Nem baj, hát na. És akkor itt le. És mi ez? 60-as? Ja. Közben hozzák a sofőrök a pénzt, igen? Van egy 1000, hát itt kilométeres achievement, azt még nem sikerült megcsinálnom. Milyen 1000 kilométeres achievement? Hát, hogy minden szabály, meg sérülés nélkül. Hát azt most sikerülni fog, nem? Eddig nem sérültél. Hát eddig nem. Hát ja. Akkor vigyázni kell. Nem biztos. Ó, itt még egy izés jön, tudod. Telepasszos. Büntetse kapjunk. Hát, azt nem kapunk. Azt nem. Hol a telepasszunk? Ó, na mindegy, elcsesztem. Mindegy, kifizetjük itt, az jó van. Kicsit előrébb. Hogy? 46 euró. Annyi. Szia Tibi atya! Szép mi estét kívánok neked. Mi jövünk itt egyedül. Ja, ott már ott vagy elől a szentélyét. Na mindjárt legyorsulok. Vagy nem. Ó, meg menjünk bőven. Hát még van 200 kilométerünk. Igen. Nem olyan sok az. Ó, nagyon szépen köszönjük a kérdésedet, Tibi atya. Jól vagyunk, egyre jobban mondjuk így finoman. Épp Milánónál haladunk, Genovába, és a cél pedig Szicília, valamelyik városa. Úgyhogy, hát még van bőven mit tenni. Nagyjából ennyi. De amúgy velünk meg minden oké, és jól vagyunk. Meg szerintem Andor, te jól vagy? Minden oké, és... Igen, jól vagyok, igen. Na, szupi.
Már lassan hidratálni is kell, azt tudod? Azt nem hoztam. Mit? Sört vagy vizet? Most már megyünk. Egyenesen. Nem teljesen. De, egyenes. De! Rossz felé de, mész. Mindegy. Hát, tolass vissza, tolass vissza, tolass vissza. A autópályán nem tolazunk. Dehogy nem. Játékban igen. Mindegy. Ott mész alattam. Engem. De mondtam neked, hogy nem kell elkanyarodni. Na, mindegy. Hát figyelj. Ó, az itt mindjárt jön egy... Visszafordító? Visszafordító, vagy egy valami izé... mi ez? Határ, autópálya, így. Ó, de jó. Nem tudom, hogy tudok fordulni. Hát, ott nehéz. Az a baj. Ott nehéz. Lehet, de nem annyira jó. Ajak viszont lassan kezdek el menni. 70-nel. És akkor... Hát várjál, hol vagy? Ott, aha. Figyelj, ott az A1-en van egy visszafordulási lehetőség. Talán. És nekem kell. Nem tudsz megfordulni? Nem. Ó, oh, erőnek erejével se? Úgyse, hát betonfal van. Új. Nem, én tankkal lennék, akkor igen. Tatarinnal? Például. Na, visszatért a lámpám. Na. Lehet, hogy automatikusra van beállítva. Értem. Hát azért, hogyha hajnali kettőkor kezd el bekapcsolni, akkor nem, nagy baj van. A forgalom miatt, a forgalomra érzékeny. Tudod, az ember forgalomnak, már megmondtam, hogy mindig kapcsolgatni kell. Mert rám düdálnak, villognak. Ja, azzal én nem foglalkozom. Hát én meg foglalkoztam, és azt hiszem hoztak egy olyan funkciót, hogy ő kapcsolja le automatikusan. Aha. A forgalom jön szembe. Hát ezt nem is tudtam. Hát te van ilyen? A játékba. Hát jó, hát nem. Bocsánatot hány kívánok. Hány ilyet mondtam már, amit nem is tudtál? Hát jó, hát... Oké. Oké. Na, itt mikor itt tetszik jönni erre felé? Na, majd egyszer. Mikor tetszik jönni? Nem, amúgy tényleg minden oké, Tibi. Hát vannak dolgok, amik itt a bal oldalon, vagy a jobb oldalon, amik nyilván nem olyan nagyon jók mostanában, nem tudom, én most nem tudom, akárhány emberrel beszélek, írdatlan sok meló van mostanában, tényleg. Nagyon sok meló van, és nagyon sok beteg ember van, hát úgy értem, hogy nem úgy beteg, hogy mentálisan, bár úgy is, de mindegy, is arról ne beszéljünk. Hanem úgy, hogy le vannak betegedve az emberek. És hát nagyon durva. Nem kell dolgozni. Várjál, itt elvel kell így. Na megvárlak itt, Andorom, jó? De jó, már visszafordultam. Megnézem, merre jársz. Na igen, ott kell. Az. Úgyhogy ja, te ízlatlan sok ismerős beteg egyébként mostanában, meg mondom, rettenetesen sok meló van, és ez egyébként látszik is, mert nagyon keveset tudok mostanában foglalkozni például a sortoknak az összeállításával. Ma konkrétan elfelejtettem beállítani a 3 órási videónak a címét is, és amikor hazaértem, akkor láttam, hogy basszus, tudod, azért dátumkód van kiírva, és így nyilvános, jól van. Beteg vagy te is, hát sajnálom, mielőbbi jobbulást kívánok. Te is ez a láz, köhögés, orfolyás kombót sikerült összeszedned? Ez hódít mostanában, a hódító hódok. Na közben nézzük meg, hogy még, hát azért még van Genováig. Várjál, nézzük meg Genovába, hogy milyen. Ó, orfolyás meg torokfájás, aha. Hát akkor igen. Valószínűleg az.
Itt még Genovában nem voltunk, úgyhogy nem tudok rá szűrni, úgyhogy majd, hogyha ott vagyunk, akkor megnézzük, hogy mit tudunk. De közben pedig nézzük meg a garázsunkat. Na, ezeket a kamionokat sikerült venni. Itt van ugye Budapest, nem is tudom melyik volt a... Garázsvásár. A Mercit, igen, a Mercit, ha vettem, használtam. Valami, hát nem akarok hülyeséget mondani, hogy valami 80 ezer euróért, tehát hogy ilyen eléggé semmiség. És itt látni, hogy igen, a 460-as, 460, 440, hát azért még van itt 450-es vagy 500 alatti vas. Figyelj, akkor kezdjük el fölpimpelni őket, mert hogy azért mégiscsak, az jó, és akkor 500-as. Igen, és egy jó, így, oké, okay. Szupi, ez jó, a MAN, a ember, ezt is felfejlesztjük, azt oké, okay. 480 elég, 480 elég, és azt 480, hogy, aha, ez így jó, aha, hát ez normál rakományos, talán jobb, picivel, mindegy, ez így jó. Ó, mennyit, mennyit érdekel? Mi is egyébként elég sokat, illetve leginkább Andor. Ő a vér profi. Pár száz, aha. Jó az, jó az. Na, 476, vagy á, legyen 5-10, ne fukarkodjunk ezzel. Jó, ez okés. Ez is 450-es. Aztán meguntad, aha, hát igen, van egy monotonitása a dolognak, nem mondom, hogy nem. Na, hogy nincs rá időd? Valami élet, helyzetváltozás, vagy mi okozza a dolgot, hogy nincs rá időd? Hát 470, az még belefér. 460, az már nem. Aha. Hát meg tudom érteni egyébként. Én is ezzel küzdök, hogy igazából nem túl sok időm van. Na, Andorom, merre jársz egyébként? Hú, hát már itt vagy. Nagyon jó. Lebuktam. Hát, le. Más dolgot kell helyette csinálni. Hát igen, ez nálam is így van. Edzeni, jaja, az nagyon fontos, hogy az ember edzen. Legyen egy kis testmozgás, mert különben jön a poci, meg minden. Meg nem csak a poci, hanem az, hogy hogy mondjam, nem tudom hány éves vagy, de én már így közel vagyok a 40-hez. Akkor indulok én is. És ilyenkor már azért tényleg kell az, hogy az ember valamit mozogjon rendszeresen, mert különben bajok lesznek. És egyre jobban érzi az ember azt, hogy hát ez már nem megy olyan jól, ez sem megy olyan jól, és így érzi, hogy a lejtőn így megy lefelé. Viszont, hogyha az ember eljár edzeni, akkor viszont egy sokkal lassabb folyamat. Nyilván elkerülhetetlen a dolog, de sokkal több idő kell hozzá. Na, szép bicepszeket kiépítettél? Az jó. Nem hallsz? Láj, hogy reklám. Értem. Oké, oké. Várjál, itt most majd be kell menni belső sába. Szupi, nagyon jó. Szóval csak annyi, hogy tényleg fontos a testedzés. Én is most azt vezettem be magamnál, hogy amikor az időjárás engedi, akkor bebiciklizek a munkahelyre, meg haza is. Meg hogyha nem kell bevásárolni nyilván,
De azt meg ugye meg lehet úgy oldani, hogy, hogy hazabiciklizik az ember, és akkor utána bepattan a paripába, és akkor megy egy, egy jó bevásárláskört. Hára mennyire lehet jó egy bevásárlás, ugye. Úgyhogy ez van, meg, meg majd lassan én is visszatérek egyébként a terembe egy kicsit, mert hát kell, én is érzem. Mert magában a biciklizés az kevés. Ugye én ülő munkát végzek, úgyhogy nekem nagyon-nagyon kritikus az, hogy 70-70-es tábla, Andor. Oly, és hagyd tűkanyar, anyád! Vigyázz, nagyon fékeznek. Oké. Okay. Oké. Okay. Pillanat, mindjárt reagálok én is, csak... Utal... Szóltam. Oké, okay, csak arról nem volt szó, hogy utal sávlezárás. Hát azt nem mondtam, ez így... kiégett egy kamion. Igen, baleset. Hát jó, de arról nem volt szó, hogy ki is égnek a kamionok. Hát azért... Vásárolni mindig jó. Aha. Ki tud az? Hallod. Álljál, most egy kicsit ilyen... kavirnyálós. Hát igen, csak pénz kell hozzá. Most igen. Ebben a hónapban én is elkezdtem kicsit jobban vásárolgatni. Várjál, itt jobbra, jobbra. Á, nem így jobbra, anyád. Úgyhogy ugye benne van most a levegőben a kormányvásárlási projekt. Miért 65? Ja, mert lefelé megyünk. Úgyhogy az csak ugye vissza kellett küldeni, mert nem kompatibilis a SnowRunnerrel, meg minden. Úgyhogy az is van. Meg van egy titkos projekt, amit még csak pizsamásnak küldtem át. Még csak ő tud róla. De majd hamarosan a Discordra is fölteszem, hogyha megérkezik. És akkor arról majd hardware módosítás amúgy. Kell hozzá egy külön szoba is? Hát azért az nem. Mozgástér, úgymond. Még egyszer? Mozgástér, kell hozzá mozgástér. Nem VR szettet vettem, hogyha az a kérdés. Hát az lett volna. Nem, Isten, hát az... Isten ments. Nem, milyen kormányt terveztem? Ups, várjál. Ezt a Horinak a nem tudom milyen overdrive-ját vettem. Vettem, illetve nem, először ezt az Apex-et vettem, de az nem kompatibilis. Csak a régi verziója a SnowRunnerrel, ami meg már nem kapható, nem tudom hány éve. Mindegy, ebben nem menjünk bele. Úgyhogy hogy visszaküldtem a boltnak, hogy láttam, hogy van nekik az a overdrive-os, overdrive nevű kormány, Hori overdrive valami, ami viszont támogatott a SnowRunner által, és akkor kértem, hogy akkor cseréljék már ki, léci, mert akkor az hogy mégiscsak jobb lenne. És egyébként meg a másik hardveres újdonság, az meg hűsítő. Nem légfrissítő, hanem hűsítő. Elkurvultam mondjuk így finoman. Feladtam az elveimet. Ugye ezért a gépépítős streamnél beszélgettünk erről sokat, hogy miért, milyen hűtést érdemes és miért venni. Hát na, ezt rúgtam most föl egy kicsit. Hát van benne valami, Tibi atya. Van hozzá köze, amit írtál. Én ezt értem. Értem, hogy a Logitech az sok játékot támogat meg minden. Csak mondjuk... kétszer annyi. Aj. Basszus, jó. Hú. Köszönöm. Nem is két. Hát... Ugye ez a kormány, ez egy igazából egy ilyen belépő szintű kormány. Annyi, hogy ilyen 270 fokot lehet rajta tekerni, nincsen rajta force feedback, meg rezgés, meg kávét se tud főzni. Cserébe viszont állítólag japán, azt hiszem japán a gyártó. Úgyhogy
nyilván nem ott gyártják egyébként, csak maga a cég japán. Hát bármit is jelentsen az manapság, ugye. Megérkeztünk Genovába. Dicsértessék, dunyhás testvér! Dicsértessék! Úgyhogy... igen, a Logitech az meg persze nyilván jó, tényleg nagyon jó, csak hát az ember pénztárcájára is gondol néha, akkor sajnos. Meg a kicsit azért is óckodtam tőle a drágábbat megvenni, mert ugye ez egy fajta kísérlet nálam most. Hogyha beválik, és jó ez a Hori, akkor ez megmarad, ha nem, akkor és viszont tetszik a kormányzás, mert egyébként jó. Csak hogy ugye mondjuk egy alap dolog lenne az, hogy a SnowRunnerrel menjen normálisan. Akkor lehet, hogy egy komolyabbba beleinvestálok majd, nem most, majd később. De hát az majd a jövő zenéje. Egyelőre nagyobb problémákkal küzdök hardware szinten, mint az, hogy milyen kormány van. Jó. És itt kimegyünk szépen. Hát egyébként igen, a kínaiak is jó cuccot csinálnak, így van. Így van. Hát a... még a kettővel előző autóm, az egy Nissan Primera volt, P11. Ó, ez kicsit élesebben kell venni ezt a kanyart. És az például egy olyan jármű volt, aminek a motorja még japán volt, de az összeszerelés az brit. Na, parkoljunk le. Oda hátra kell menni. Jó. Ez FH 16, azt hiszem, 12, 16, ott 16 és 700-as, ott látszik, mindjárt majd látszik, kimegyek a napra, és akkor 700-as, ott ficeg a 700-as, és itt van, hogy FH 16, úgyhogy ja, ez a 700 lóerős. Hát ezt a föl tetejére nem raktam rá ezt a ingyom-bingyomot, ezt a légterelőt. Mert minek? Nem tudom, hogy bármit is használ le, vagy nem. De... Jó. Igen, 700-asan már lehet vontatni azért. Scaniát még szerintem... lehet, hogy próbáltam. Volvót én azt preferálom eddig, de mentem Renault-val is, annak van, az se rossz egyébként. Érdekes a Scania? Miért egyébként? Közben nézünk fuvart. Na és akkor innen indulunk, nem Párizsba. Catanzaróba. Nem tudom, jól mondom-e. Na, ez jó, figyelj. 8 tonna, és nagyon jó helyre megisz. Terni, az nem annyira. Firenze, nem. Bari, ez a legjobb. Ezt. Ezt fogjuk, ez nagyon jó. Sok a kedvence, meg neked is, aha. Majd hogy érted, hogy csúszik, mint hogy egy zsírral bekenték volna? Ezt nem tudom értelmezni. A mannal azt hiszem mentem egy kört, mert az van a flottába. Meg Mercivel is mentem, az nekem egyébként tök szimpi. Nem is tudom még mikkel mentem. Megmondom őszintén, nem kísérleteztem én ennyit vele, mert ez így bejött. Igazából nem mondom azt, hogy minek változtassak rajta, hogyha úgyis nekem ez bejön, hanem egyszerűen nem tudom. Jó a Volvo. Itt jobbra.
Még balra. Látom, Andorom, jössz. Igen, egyébként a Merci nekem az teljesen kényelmes volt. Ugye Mercit akkor vettük, amikor ugye bejött a használt autós, vagy használt kamionos frissítés, és akkor vettem egy ilyen kétcsillagos, vagy háromcsillagos Mercit poénból. Följavítás után nekem nagyon bejött. Okés volt teljesen. Na most itt látunk valamit, hogy mehetünk, hogy... Jó. Úgyhogy az abszolút oké, és a Scania, majd megyek akkor azzal is egy kört valamikor. Na ez. Na jó, nem hiába nem indexelt. Ajjajjajjajjajj. Ezt nem vettem észre. Hoppá, várj. Basszus. Basszus. Vigyázz. Hopp. Igen. Hát ez volt az első tapasztalat, tudod. Két csillagos följavatni egy vagyon, igen. Hogy akkor jött be ez a frissítés, és hát nem volt vele semmi tapasztalatunk, úgyhogy nekiestünk, mint Tóta fiának. De jó, hát most odaadtam az egyik sofőrnek, aztán azóta is megy vele, hát most... Van, igen. Merciben egy a furcsa. Micsoda? Ezt most nem értem. Várják, közben megpróbálom felvenni a fuvart. Ja, itt be kell menni. Nyílik közé. Ugye az olcsóbbak nagyon rosszak, viszont a felső kategóriában meg van nagyon jó. Figyelj, mindjárt megmutatom, hogy mit vettünk, jó? Ez az egy fuvarunit, jó? Nem könnyű elrontani, vagy nem nehéz elrontani. Na jó, ez mindjárt... Gyors húvar. Micsoda? Gyors húvar. Igen. Három nyilas. Igen, hát azért is ilyen drága. Hát mondjuk ezt tudjuk tükörből is. Így, ne. Szépen becsülünk így. Katanzáró. Azaz. Na, közben megmutatom, jó? Milyen kamionjaim vannak. Ugye főleg nekem Volvók vannak. Ugye van egy Scania, Mercedesem, és van MAN, meg Iveco is van. Ezekkel egyébként mind elmentem. Nekem a Merci tetszett, meg a Volvo. Scania, meg az Iveco bennem nem hagyott olyan mély nyomot. Lehet, hogy sokat... Hey! Mi csinálsz? Nézd már, rám tolod.